vagyonnyilatkozatokról fogunk beszélgetni. Rubovszky Györgyel, jó reggelt kívánok! Kedvi Csokolom, jó reggelt kívánok! Hát ugye nyilvánosak az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatai, de csak a képviselőké, vagy másoknak is meg kell lesz tenni ezt a vagyonnyilatkozatot február 1-én? Körülbelül 50, nem egészen 50 olyan állami tisztségviselő van, aki szintén az Országgyűlés Mentelmi Bizottságához adja be a vagyonnyilatkozatát. Ez alól például kivétel az Alkotmánybíróság, és saját maguk intézik a vagyonnyilatkozatot. De a Nemzeti Bank vezetése, monetáris tanács, a médiahatóság, ezek mind a Országgyűlés Mentelmi Bizottságához adják be, az érintett képviselők, illetve tisztségviselők vagyonnyilatkozata az nyilvános, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot zártan kezeljük. Önöknek azon kívül, hogy ezeket a vagyonnyilatkozatokat begyűjtik, dolguk-e bármiféle ellenőrzés, hogy például a benne lévő adatok valósak-e? Ezt erre önálló hatásköre nincsen a bizottságnak. Kizárólag az van, hogy ha valaki a nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozattal szembe konkrét panaszt terjeszt az országgyűlés elnökéhez, akkor az elnök úr rendeli el a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást. Ezt a bizottság folytatja le. Ennek az első lépése az, hogy föl kell hívni a panaszost, hogy konkrétan nevezze meg, ha ez nem derül ki az alappanaszból, hogy mi van, és akkor utána lefolytatjuk az eljárást. Ennek az eljárásnak az eredménye, vagy az eljárás során van lehetőség arra is kizárólag a bizottság tagjai részéről, hogy a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokba is betekintsenek. Egyébként azt mi nem is látjuk, különben a zárt borítékba kerül leadása, és zárt borítékba őrizzük. Egészen addig, ameddig a képviselő a megszüntét követő a hozzátartozói nyilatkozatot egy év után megsemmisítik, az a képviselői vagyonnyilatkozat az archiválásra kerül. Ilyen eljárásra, amit említett, gyakran van példa? Én másfél éve vagyok a bizottság elnöke, a másfél év alatt most először van egy nem tiszta kérdés, egy bizottsági megkeresés, amivel elég nehezen boldogulunk, de azon kívül nagyon ritka. Ez az milyen viszont... ügy, ezt el lehet mondani, hogy kinek a vagyonnyilatkozatáról van szó, és mit kifogásolnak benne? Hát ez most már egy fél éve húzódik a pénzügyi bizottság, a számvevőszék és költségvetési bizottság kezdeményezett egy eljárás Simor András, Nemzeti Bank elnök úrral kapcsolatban, és itt pontosításra kell, hogy sor kerüljön, és ez az eljárás folyik így, de ez... Ennek mikorra lesz vége, mert ez már régóta húzódik? Ez a közeljövőben, ez már egyszer meghívtuk az elnök urat, akkor az időpont nem volt megfelelő, és most majd egyeztetése kerül egy időpont, és akkor létrejön egy tisztázó beszélgetés, és reményeim szerint azzal be is zárul az ügy. De lehet szűrni ezekből a vagyonnyilatkozatokból bármit? Tehát, hogy van-e valami fajta összegzés, hogy például, nem tudom, a országgyűlési képviselőket, az anyagi helyzetét mennyire viselte meg a gazdasági válság, vagy bármi ilyesmit hát, figyelnek? Ugye nagyon sok összegzést von le a sajtó, mert nekem is csak innen van információ, mi nem készítünk semmilyen statisztikai adatot, hozzáteszem, hogy tartalmában nem vizsgáljuk a nyilatkozatokat, csak ha eljárás kezdeményez valaki. De ugye a sajtó az rettenetesen nagy figyelemmel kíséri a nyilvánosságra kerülést, és akkor mindenfajta következtetéseket von le ebből. Mi van akkor, hogyha valaki nem nyújtja be, és volt-e már ilyesmi? Nem volt ilyesmi, tudomásom szerint nem volt ilyesmi. Akkor ugye nem gyakorolhatja képviselői jogosítványait, nem kap arra az időre tiszteletdíjat. Ez vonatkozik arra az időszakra is, amikor megszűnik a mandátum, ott is zárónyilatkozatot kell adni, addig nem kapja meg a járandóságait. Tehát szankcionálva van a nem teljesítés. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást. Használják önök a...